Mint azt híradónkban már beharangoztuk, új, rövid sorozatot indítottunk, amely részeként településünk oktatási intézményeiből kerestük fel a legtapasztaltabb, illetve a legfiatalabb pedagógusokat. A téma alapvetően a tanári pályafutásuk és életpályájuk volt, hiszen manapság egyre többet hallani, hogy a gyerekek jelentik a jövőt, és tanár nélkül pedig nincs jövő. Olykor-olykor több mint 4 évtized tapasztalatait nehéz összefoglalni, ám a 41 éve pedagógusi pályán dolgozó Arnold Erikával megpróbálkoztunk ezzel a Vasvári Pál Általános Iskolában. A szószoros értelmében kezdjük az elején. Gyermekkoromat 1959 óta Dunaújvárosban élem. Esztergomban születtem, az iskolai tanulmányaimat már itt folytattam, és mivel édesapám egy német származású ember, ezért olykor-olykor Németországban is, Gröbencelben, Bayern Münchenben is jártam iskolába. Ez különleges volt abban az időben, és jó nehéz is. Igazából nagyon fontos volt, hogy a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában tanulhattam, ének-zenei tagozaton. Édesapám gazdasági területen dolgozó ember volt, édesanyám középszintű képesítéssel rendelkező dolgozó. Amikor a Móriczba gyerekkoromat éltem, Boros Irénke néni tanítványa voltam, aki később a férjem nagynénje egyébként. Egy csodálatos tanítónőt kaptam. Szerintem már ott kaptam egy útilaput, hogy pedagógus lehessek. Az énekzenei általános iskola viszont olyan tartást és modellt adott, ami a zenei műveltségemet meghatározta. Hangszeren játszom, fuvolázom, zongorázom, énekkoros voltam, a Dunaújvárosi Vegyes Kar tagja, és mindig meghatározta az életemet. Ezt követően középiskolában már édesapám döntése alapján nem mehettem művészeti iskolába, bár a Móriczban támogatták volna, hogy zenei művészeti szakközépiskolába menjek, és közgazdasági szakközépiskolába kellett mennem. Pályafutása tehát érdekesen indult, legalábbis ami az iskolai tanulmányokat illeti. Ezzel együtt azonban bizonyossá vált, hogy megfér egymás mellett a művészet, a sport, a tudomány. A következő mérföldkő pedig Daruhegy volt az életében. Azt nem mondtam el, hogy közben tornáztam, ami nagyon fontos a számomra, hogy a sport, a művészet és a tudomány az egy trilógia, és az igenis összefér. És hogy éltem meg? Nagyon nehéz volt egy olyan szakközépiskolában járni, amit tisztelek, mert egy különleges tudást ad, de nem illik hozzám. 16 éves koromban a Dunaújvárosi Kohász sportállásba kért engem, így aztán magántanulóként folytattam második év után a tanulmányaimat. Akkor magántanulóként ugye nyilván edzettem, ugyanúgy énekeltem továbbra is, és meghatározta az életemet az, hogy ezek az időszakok így oszlanak szét. Van benne kedvelés, amit szeretek, és van benne a kötelező érettségiztem, az is ugye magántanulóként a levelező tagozatosokkal érettségiztem. Ezután a számviteli főiskolával próbálkoztam, az is egy kérés alapján, édesapám kérése alapján, de azt mondtam, hogy én ezt nem vagyok képes megtenni, és elmentem képesítés nélkül tanítani. Egy idősebb barátnőm volt az, aki azt mondta, hogy állj a sarkadra, és elmentem Daruhegyre. Daruhegyre, Grácer Babi nénihez. Nagyon egyszerű település volt, ez a mai Daru-Szent Miklós. Csodálatos. Szerintem ott kaptam meg a legnagyobb adalékot ahhoz, hogy én pedagógus legyek. Csodálatos, egyszerű emberekkel, egyszerű gyerekekkel. Rajongtam érte. Fantasztikus volt. És szerintem ez itt van mai napig is bennem. Nagyon jó volt. Na de milyen is volt először belépni egy osztályterembe úgy, hogy a napi feladatok közé tartozott például reggelente begyújtani egy olajkályhát? Magyar és éneket tanítottam felső tagozatban, ami hát az ének miután zenélek csodálatos volt, és a magyar nyelv és irodalmat meg még inkább, mert csodálatos a magyar irodalom. Csodálatos a magyar nyelvünk, mindamellett, hogy ott van a német is.
És ez a kifejezésmód. Na most ez a település, ahol ezek az egyszerű, de nagyon-nagyon csodálatos gyerekekhez betértem, és amikor énekelhettem velük, és dolgozhattam velük, és énekkart vezethettem a pici kis osztályban, a 16 fős osztályban, nagyon érdekes volt. Bementem először, és ez érdekes volt, mondta Babi néni, hogy ez az osztályterem, és mondta, hogy nekem kell begyújtani. És kérdeztem, hogy de hol a fa? Hát mondta, hogy ott az olajkályha. Tehát miután teljesen más környezetben érkeztem, és ez hiányzott az én gyerekkoromból, a falusi élet, a falusi gyerek élete, még nagyobb kihívás volt, de csoda. Reggel mentem a 7:30-es busszal, soha nem felejtem el, és 1:30-es busszal úgy alakították az óra rendünket, hogy akkor már haza is jöhettünk, mert nagyon ritkán jártak buszok. És amikor hazaértem, felszálltam a buszra, olajszagú voltam, ugye nyilván az olajkályha miatt. Csodálatos gyerekek voltak, mindent elfogadtak. Én nagyon sokat tanultam tőlük. És volt egy érdekes dolog, hogy például az alsó tagozat meg a felső tagozat 2,5 kilométerre volt. Mai napon itt a Vasváriban elképzelhetetlen, hogy 10 perces szünetben az a felső tagozatban tanítok, és át kell szaladnom a énekórára a 4. osztályba, az úgynevezett Hosi Minősvényen keresztül. A fehér köpenybe kellett járnunk, furulj a zsebembe, és loholtam át egy kukoricaföldön, egy kis sávon keresztül, csodálatos volt. Nagyon sokat tanultam akkor az ott lévő pedagógusoktól. Markánsan meghatározták azt, hogy mit jelent az, hogy pedagógusoknak lenni. Alázatot, tiszteletet, elfogadást, nagyon sok mindenre megtanítottak, meg ezek a gyerekek, meg ezek a szülők. Egy pedagógus számára nagyon fontos, hogy milyen kapcsolatot ápol a szülőkkel, gyerekekkel, és ezt a kapcsolatot hogyan tudja kialakítani. Arnold Erika szerint, bár a tanárok szerepe, tekintélye az elmúlt 10 évben sokat változott, az alapok megmaradtak. Nagyon sok minden múlik a pedagógus személyiségén. Én nagyon jól érzem magam most is a szülőkkel, a szülők között. Én ezt a tekintélyt most is érzem. Én beékelődök egy család életében 4 évre. Egyébként meg nem 4 év, hanem sokkal tovább tart. Egy élet ott vannak azóta is, és én azt gondolom, hogy ez rajtam múlik, meg a családon, meg a gyerekeken, hogy én milyen viszonyban vagyok a gyerekekkel. Én nem érzek olyan nagyon nagy különbséget, de van, természetesen van. Itt a Vasvári iskolában, a jelenemben nagyon könnyű volt nekem a szülőkkel együtt dolgozni. Bár jelenleg, tehát így én azt mondom, hogy az utolsó 10 évben azért ez már érződik, hogy van változás. Most ez a 10 év, ez az utolsó 10 év, ez már más. De még mindig azt mondom, hogy a pedagógus személyiségén múlik, hiszen emberek. És a gyerekeken keresztül azt gondolom, hogy mi alakítjuk ki a szülőkkel való kapcsolatot is. Rátérve az olyan aktualitásokra, mint például a digitalizáció vagy a digitális oktatás, a szakember pozitívan áll ezekhez a dolgokhoz. Sőt, véleménye szerint például a kapcsolattartás szempontjából sokkal egyszerűbb manapság így dolgozni, csak mint minden másban meg kell találni az egyensúlyt. Én az első fecskék között vagyok, akik a digitális oktatást elkezdték. De nem kell elfelejteni, és mindig kell tudni, hogy van egy egyensúly, és azt az egyensúlyt tartani kell. Miután a kompetencia alapú tanítási technikát, mint mondtam, az Európai Uniós támogatás alapján az első 40 pedagógus között végeztem el, nyilván használom. Nagyon fontos a szülőkkel való személyes kapcsolat, ehhez vannak a közös összetartás, ugye, ami a cégeknél van. Sárkányhajózás, kerékpártúra szülőkkel együtt megyek velük ópusztaszerre kirándulni, együtt megyek velük színházba, a gyerekeket külön is viszem, akár Budapestre színházba, de elmegyek szülőkkel is. Tehát én azt gondolom, hogy ez mind azon múlik, hogy én ezt az egyensúlyt mennyire tartom meg. Digitális oktatás remek. Vannak olyan gyerekek, akiknek
akiknek ez az akusztikus és vizuális gyors élmény kell ahhoz, hogy intenzívebb legyen. Nem, de a könyv tisztelete, az olvasás tisztelete az alap. És ha az egyensúlyt én megtartatom, én az órán megtartom, akkor ezzel nem lehet gond. És szeretem, nagyon szeretem, mert fontos. Arnold Erika bár már 41 éve tanít, és ebből 25 évet töltött a Vasváriban, esze ágában sincs letenni a lantot. A mai napig szívvel végzi a hivatását, és folytatni szeretné ezt a jövőben is.